Online sajtótájékoztatót tartott a Magyar Birkózó Szövetség, melynek egyik központi témája volt, hogy a szervezet idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. A centenárium alkalmából többek közt díszközgyűlést fognak tartani, illetve készül egy 4 részes dokumentumfilm a magyar birkózás történetéről, de lesz egy hagyományteremtő korosztályos csapatverseny is a határon túli sportolók meghívásával. Nagyszerű 100 év van a magyar birkózók mögött. 19 olimpiai aranyérem, 18 birkózótól, ugye Kozma István, ahol most itt vagyunk, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián, ő kétszer is a dobogó legfelsőbb fokára állt, 64-ben és 68-ban, és hogyha nincs ez a sajnálatos baleset 1970-ben, akkor nagy valószínűséggel ő nyerte volna meg a 72-es olimpiai bajnoki címet is. Mi most arra készülünk, hogy ezen a tokiói olimpián. Itt van egy üres szék, ugye minden olimpiai bajnokunknak van itt az akadémián egy széke, és van egy üres szék a jövő olimpiai bajnokának. Reméljük, hogy hamarosan azt a táblát levehetjük onnan, nagyon bízom benne, és akkor oda egy valódi név kerülhet. Akár Lőrinc Tamásé is, akinek testvérével, Viktorral együtt már megvan a kvótája tokiói olimpiára. Olimpián már biztosan nem fogok többen indulni, úgyhogy igen, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép zárása lehetne a pályafutásomnak, hogyha ezen a tokiói olimpián a Viktorral tudnánk valami szép eredményt, valami maradandót alkotni, de maradandót abból a szempontból, hogy mind a ketten éremmel térünk haza. Nagyon bízom benne, és mindent meg is teszünk ezért. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez a 6-7-es alapozó időszak. Egyre jobb formában érezzük magunkat, a csapat is nagyon rendben van, én nagyon bízom a többiekben, hogy lesz még a kötött fogásba kvalifikáció, és hát tényleg a hangulat is sokkal jobb, hogyha egy nagyobb csapattal tudunk kiutazni az olimpiára, sokkal jobban tudjuk segíteni, támogatni egymást, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy itthon, hazai környezetben lesznek még magyar kvóták. Erre a lehetőség adott, hiszen március 18-a és 21-e között a Bokcsarnokban rendeznek európai kvalifikációs versenyt, igaz, buborékban, közönség nélkül. Természetesen ez egy nagyon nagy erőny lehetne, hogy ha mondhatom, telt lelátók erőt lehetne versenyezni, de valójában egyébként a Szőnyegen amúgy is úgy kell versenyezni egy versenyzőnek, hogy a körüllévő körülményeket kikapcsolja. Természetesen tudna adni egy pluszt, de most ezzel kell megbirkóznunk, ezzel a feladattal, és azt gondolom, hogy ez a mi versenyzőknek sikerülni is fog. Nem lehet ez akadálya a sikeres szereplésnek. Ugyanúgy, mint egyébként a többi sportágban is már ezt megtapasztaltuk, ugye a kézilabda világbajnokságon, úszóknál, vízilabdázóknál. Szóval nincsenek egyszerű helyzetben, de mindent meg fognak tenni azért, hogy kijussanak az olimpiára. Már 4 kvalifikáltunk van, ugye Sastin Marianna a hölgyek közül, Lőrinc Fivérek, Viktor és Tamás a kötött fogásból, és Iszmájl Muszukajev pedig a szabadfogásúak révén képviseli hazánkat a tokiói olimpián. Én nagyon drukkolok, nagyon szurkolok nekik. Innen is a legjobb felkészülést és a legjobb meccseket kívánom, győztes meccseket kívánom nekik. Az elmúlt 2 olimpiámon, Rióba is, meg Londonba is, ezen a kvalifikációs rendszeren keresztül vezetett az utam az olimpiára, és hát ez azért egy nem könnyű, főleg úgy, hogy elég sokat is fogytam így az olimpiai évébe, szóval ez egy nagyon nehéz, nem csak fizikálisan, hanem mentálisan is egy elég nagy teher egy sportolónak. Úgyhogy most így örülök neki, hogy ki tudom próbálni ezt a részét is, hogy már tényleg megvannak a tervek, meg tudunk mindent előre tervezni, versenyeket, edzéseket, és ez ad egy kisebb könnyebbséget a felkészüléshez. Minden fogásnál még egy kvóta, azt gondolom, hogy minimum elvárás. Ennél többet is szerezhetünk természetesen, de iszonyatosan nehéz lesz, hiszen 4 évvel ezelőtthöz képest már akkor sem volt ugye könnyű kijutni az olimpiára. Most ez még nehezebb lesz, hiszen 6 súlycsoportban csak 16 versenyző tud kijutni. Mint hogy korábban is volt példa, hogy világ és Európa bajnokok maradtak le. Attól tartok, hogy idén is lesz ilyen, de hát mondom, bízom benne, hogy ez minket nem érint, és a mi versenyzőink minden nagyobb létszámból lesznek az olimpián. 100%-osan úgy készülünk, hogy augusztusban nekünk olimpia lesz, és Tokióban Szőnyegerre fogunk állni. Ezt úgy gondolom, ez másképp nem is nagyon lehet. Én bízom benne, hogy mindenkinek érdeke az, hogy ez az olimpia megvalósuljon, és hát így készülünk.